városába, vitéz jó vajdályok János hívására. Szépen összegyűlvén királyra szavazni, háromszor az égbe koronát feldobni. Háromszor repült az korona az égbe, háromszor is szállt az bátyás szép fejére. Így lett az országnak jó vitéz vezére, így lett az magyarnak dicső fejedelme. Milyen király volt ő, íme bizonysága, igaz tetteinek szép históriája. Történt egyszer, hogy a gömöri nemes urak vizitációba hívták Mátyás királyt, ki a meghívást kegyesen elfogadta. Nagy sürgés forgás lett Gömörben, mert illőn akarták fogadni a fényes vendéget. Dúsan terített asztal várta a királyt. De még a reggeli előtt megindult a pohár köszöntők sora. Hozta Isten Mátyás királyt Gömörben! Ivát! Isten éltesse szerelmes országunkat! Ivát! Isten éltesse Beatrix királyné! Ivát! A magyarok nagyasszonya Szilágyi Erzsébet egészségét! Ivát! Isten éltesse a várurát kedves házanépével! Ivát! Isten éltesse a vitéz gömöri urakat! Ivát! Isten tartsa meg a felvidék nemes borait! Ivát! Mindenkire ittatok, jó urak, de valakire mégis elfelejtetek kupát emelni. Hát a jobbágyra, ki a tüzes bornak szőlejét kapálta. Isten éltesse jobbágyainkat! Nocsak, uraim! Látom, nem valami nagyra tartjátok a szőlőkapálást. Már megkövetem, felség. De mi nemesek, nem kapával, hanem vérünkkel szolgáljuk országunkat. A jobbágyok munkája gyerekjáték, uram. A kardforgatás, az az igazi férfi munka. Mind így vélik az urak? Hát akkor tegyünk próbát. Kard helyett kapára, nemes urak. Hadd látom, hogyan boldogultok jobbágyaitok szerszámaival. A kapáló urak ma a kapások ebédjét eszik. Víz! Egyetek, igyatok, urak. Lakjatok jól, mert mindjárt vége van az ebédre szánt időnek. Bocsánat, felség. Értjük már a leckét. Kérünk, jó úrunk, foglalj helyt vélünk a várasztalánál, hiszen kárba vész a sok drága étek. Ej, dehogy vész az kárba, várnak uram. Engedelmeddel, vendégek voltunk jobbágyainknál, illő, hogy viszonozzuk nékik a vendéglátást. Nagyságtok megfogjanak csak az ebéd utáni robothoz szaporát. Ti pedig fogadjátok bátran uraitok szíves meghívását. Thank you.
Elgondoltam már én sokszor, mi minden tudománya van a paraszt embernek. Tudja, mikor kell szántani, vetni, aratni. Tudja, mire jó a mezőnek füve, virága. Tudja a csillagok járását, az időfordulását. Építi házát, megcsinálja mindenféle kézhez való szerszámát. Némelyik nemes úr valóban ért a kardforgatáshoz, de többségük csak az eszemiszomhoz. A kapálás meg a jobbágynak a legkisebb tudománya. Pedig hát lám, ehhez is érteni kell. Nagy urak, elhiszitek-e már, hogy megérdemel legalább egy áldomást az is, aki a szőlőt kapálja? Éltesse Isten igazságos királyunkat! Isten éltesse! Isten éltesse az igazi kapásokat! Így történt, hogy ez időtől kezdve a jobbágyra is kupát emeltek a nagy urak Gömörbe. Ha máskor nem is, de Mátyás színe előtt bizonyosan.